Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének vagyok a tanszékvezetője. Egerben a turizmus képzésnek voltak már előzményei a tanszék 2008-as megalakulása előtt is. Az 1990-es években a mostani egyetemnek a jogelődje az Eszterházy Károly tanítóképző főiskola, illetve majd Eszterházy Károly főiskola. Bekapcsolódott egy olyan nemzetközi projektbe, aminek az volt a célja, hogy meghonosítsák nálunk is az új turisztikai két éves felsőoktatási szakképzést. Ebbe vettünk mi részt, illetve az akkori kollégák, és így aztán 2000-ben saját jogon el tudtunk indítani egy turisztikai szakmenedzser képzést. Aztán ugye következett a bolonyai folyamat, és még összesen csak ez a szakmenedzser képzés volt, viszont a munkaerőpiac oldaláról nagyon nagy igény volt arra, hogy önálló képzésként jelenjen meg a turizmus vendéglátás, így 2008-ban történt meg a tanszéknek az alapítása, két képzési formával, alapszakkal, tehát turizmus vendéglátás alapszak, illetve turizmus vendéglátás felsőfokú szakképzéshez, két éves szakképzés formájában. Az alapszakosaink, illetve a felsőfokú szakképzésnek ugye elválik a tanterve egymástól, de vannak hasonló tantárgyak is. Igazából minden turizmus típus szempontjából igyekszünk átfogó képzést nyújtani a hallgatóink számára. Amit szeretnék kiemelni, hogy az alapszakosaink 6. fél évben már szakosodhatnak, specializálódhatnak, és ehhez kapcsolódik nagyon sok speciális tantárgy, például egészségturizmus, wellness turizmushoz kapcsolódó előadások vannak, gasztronómiával kapcsolatos előadások vannak, de természetesen az alapozó tantárgyaknál turisztikai erőforrásokat lehetne még megemlíteni. Marketing, turisztikai marketing. Szerintem a turizmus egy olyan szakma, amit csak szívvel, lélekkel lehet csinálni. A mi képzésünkben, oktatásunkban két irányvonalat igyekszünk szem előtt tartani. Az egyik az nyilván természetesen magának a szakmai anyagnak a minősége, tehát igyekszünk naprakész, szakmai, innovatív tudást átadni a hallgatóink számára. Másrészt a tehetséggondozásba igyekszünk nagyon nagy energiákat fektetni, hiszen gyakorlatilag így tudjuk azokat a hallgatókat tovább bocsájtani MA képzésre, illetve akár külföldi tanulmányokra is, akik ben látjuk azt az innovatív készséget, hogy ezt a szakmát tovább tudják művelni. Másrészt viszont a gyakorlatorientáltság nagyon fontos számunkra. Éppen ezért, amikor a hallgatók gyakorlatilag elkezdik tanulni a szakmai tantárgyakat a második fél évtől, és egyre nagyobb számban ezek bejönnek, igyekszünk minden egyes tantárgyhoz olyan külső szakmai partnereket találni, és őket meglátogatva részben elméleti és főleg gyakorlati tudást szerezni tőlük a hallgatóink számára, akik így a mi gyakorlati oktatásunkat is értékesebbé tudják tenni. Már amikor a képzésünk bontogatta a szárnyait az 1990-es évek második felétől, 2000-es évektől, gyakorlatilag maga a kereslet volt az, ami életre hívta magát az itt kialakuló képzést is, hiszen annyira megélénkült mind a megyének, mind pedig a régiónak a turizmusa, hogy szükség volt képzett, jó képzett, felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatókra, akik utána majd helytállnak a szakmában. Egyébként gyakorlatilag el lehet mondani, hogy itt Heves megyében egy aranybányán ülünk. Olyan sokszínű a megyének az adottságát, a természetföldrajzi, kulturális adottságai, ami én úgy gondolom, hogy párját ritkítja az országba, hiszen akár a hegységektől, a hegység előtéri dombságoktól, hegyláb felszínektől, amik ugye a borturizmusnak a szinterei, hogyha déli irányba haladunk, a hevesi füves pusztáknak a természeti élővilága, vagy akár a Tisza-tónak egy része is szintén Heves megyéhez tartozik, tehát mind-mind az aktív, az ökoturisztikai turizmus típusoknak a fő szinterei,
Említettem már a borturizmust, gyakorlatilag 3 borvidék az, ami a megyéhez csatlakozik, remek adottságokkal, csodálatosan szép borokkal, de ne felejtkezzünk el a kulturális és örökségturizmusról, itt vagyunk Egerbe, ami a vallási turizmusnak egy kiemelkedő célterülete, és szintén nem szabad elfeledkeznünk a gyógyturizmusról. Eger mellett a most fellendülő, az elmúlt évtizedben fellendülő Demjéni termálvölgy, az, ami országos szintű célponttá, turisztikai célponttá nőtte ki magát. Az oktatásban a legfőbb motivációt maguk a hallgatók jelentik, különösen azok a hallgatók, akik érdeklődést is, magasabb szintű érdeklődést mutatnak a szakma iránt, velük különösen jó foglalkozni, és itt visszatérnék arra a gondolatra, hogy a tehetséggondozás az nagyon fontos számunkra, nem csak a karon, az intézetben, hanem a tanszéki kollégák számára is, akik nagyon sok energiát és időt fordítanak arra, hogy a hallgatóinkat segítsék. Sikeresen szerepeltünk tanulmányi versenyeken, sikeresen szerepeltünk több esetben tudományos diákköri konferenciákon. Tehát a hallgatók azok, akik az érdeklődésükkel tovább tudnak minket, és engem is személy szerint motiválni a munkámban. Szakmailag én úgy gondolom, hogy most megtaláltam azt végre, azt a témakört, ami igazán a szívemhez és az eddigi kutatásaimhoz a legközelebb áll, ez pedig a globális klímaváltozásnak a kérdésköre. Ezt szeretném kiterjeszteni, a Mátra-Bükk régiótól kicsit tovább szeretném ezt terjeszteni az Észak-Magyarországi régió turisztikai szolgáltatóinak a vizsgálata irányába. Aki a turizmus szakmában dolgozik, az akkor dolgozik, amikor más pihen. Ugyanakkor ennek a szakmának az a szépsége, hogy nagyon közel tud kerülni emberekhez, hiszen éppen ez is volt a probléma a Covid járvány idején, és a turizmus azért szenvedett el ilyen jelentős veszteségeket, mert hogy a turizmusnak az egyik alapeleme az a közvetlen kapcsolatokon alapul, a másik pedig az utazáson. Talán ez a két olyan tényező, ami a hallgatóink számára is fontos motivációt jelent, hiszen nem csak mint munkavállalók tudnak majd ebben a szakmában tapasztalatokat szerezni, hanem úgy is, mint későbbi vendégek, és ezáltal széleskörű tapasztalatokra tudnak majd szert tenni.